Megy? Na, ugyebár már nem megyünk külföldre, úgyhogy feltaláljuk magunkat. És begombázunk. Kegyetlen módon. Szólok, hogy egy turnus már van otthon. Kb. Ugyanennyi még egyszer. Én most nem tudom, mit fogunk ezzel kezdeni. Ennyit nem fogunk megenni. Hát... Köszönöm a közöttet. Majd anya megcsinálja akkor. Ennyi, áthárítjuk anyára a feleséget ki. Rántott gomba, de most ennyit... Én nem tudom, hogy lehet egyáltalán tartósítani. Valaki írt? Miért? Ki? Mit? Ketten is írtak, várjál. Jaj. Nem működik az arcfelismerő ezen a szalon. Mert nem állítottad be? De, beállítottam, képzeld. Ja. Mi vagyunk itt az eső emberek a erdő kellős közepén, a minden közepén. Jánok, már elküldted amúgy? Persze. Mondta, hogy szuper. Meg hogy nagyon jó. Meg hogy szuper. Mindjárt leesik. Elmondom akkor gyorsan, hogy már fel vagyok mondódva. Nem megyek már külföldre. Amúgy még nincs kész az előző videó. Melyik? Hát amit hazahoztam, felvételeket legutoljára. Mert elvitted. Igen? Igen. Jó. Elvitted a barátnődhöz. Jó. Azért. Aha. Na mindegy. A kamera egyébként. Mindegy, majd kimásik a felvétel. Jó, csak elvitted a Nissant a barátnődhöz, és elvitted vele együtt a kártyát is. Na gyere, már valahogy vergődjünk ki, mert ez nagyon nehéz lesz szám. Igen. És akkor kapcsoljam le a filmet. Hát ahogy gondolod, én arra látok egy ösvényt. Arra megindulok szépen lassan. Ezt jó, én megkövetlek. Itt a nehéz halod ez a láda. Hát mert sok minden attól van benne. Félek, hogy megsérülnek a gombák. Jaj! Basszus már! Na várjál, és én merre menjek ki, érted? Neked sokkal egyszerűbb, neked nem kell ládát vinni. Viszont át kell menni, át kell googolni egy ilyen szar alatt, de szerintem én nem erre megyek, mint te. Szerintem én leszakítok egy ágat, vagy nem tudom. Mindjárt rám dől egy fa. Hát szólok, hogy ez nagyon nehéz. Ezt a rohadt. Mindjárt szétszakítja minden a táskámat. Levente már kint volt az erdőbe, szólt, hogy jöjjek ki, mert neki segítség kell lehet. Mondjuk egyébként én annyit segítettem végül, hogy a ládát hordoztam. Nem hoztál magadnak kék. De hogy... De... Hát nem vagyok nagy gombász most. Az a helyzet, hogy én nem ehhez szoktam. Ilyen kis bentülős, otthonülős kis szerencsétlen lettem. Amit egyébként én élvezek. Mondjuk persze, hogy élvezek. Ó, te! Most itt van előttem egy minden. Ezt jól megmondtam. Jövök, csak elakadtam. Visszatérve, én egy ilyen kis otthonülés kisgyerek lettem, aki nem jár kirándulni, kivéve most, mert ősszel szoktam járni kirándulni Pesten, a hegyekbe. Azt a rohadt élet. Fuck! Na várjál, 77 ág. Meg még azon kívül is 3. Beakadtam! Nem akarod elvenni a kamerát, hogy megmutassak? Várjál! Ja, én nem érem el. Hát gyere be! Á, nem, minek mennék, ha most jöttem onnan ki. Gyere, vergődj ki magad, nem nehéz. Tessék, most már léted. Jaj. Mi van, össze van törve a telefonod? Már láttad, nem? Egyszer már gyere, vizé vagy. Sündisznó, gyere ki innen. Nézd meg. Te szerencsétlen, tessék, itt van a kamerád. Képen ezért osztom meg mindenkivel a nagy gombáimat. Ja, értem. Te vagy itt a nagy menő, te. Hát ne viccelj már, most elküldtem 50 emberre. Na, meg vigyük minden ezt a gombát, mert miért valaki kivesz a kezünkből? Nyilván. Azt mondta Levente, hogy itt annyian voltak, mint a sáskák, most, hogy feljöttünk, nincs itt senki. De, azt mondta, volt itt egy néni. Meg itt van gomba. Ez is őzlábgomba. Ja, de most egy, nekem van valami dilemmám.
Mert ez nem olyan... Mert ennek fekete a közepe. Mint ez. Valami különbség van a kettő között, úgyhogy nem fogjuk mindet megenni. Hát mert az egyik a milyen gomba? Hát ez mind a kettő nagy őzlábgombának kéne, hogy tűnjön. Ez a nagy őzlábgomba, ez ugye kinyílik ekkorára. Meg ilyen magas, mint én. És alig bírod kicsapni a helyéből. Ez is valamilyen őzlábgomba, csak nem tudom, hogy milyen. Mert ennek viszont nem, a pikkelyek hiányoznak a széléről, vagy mi a szarok ezek. Nem vagyok gombász, egyébként nem vagyok gombaszakértő. Viszont régen, vagy valamikor vettetek egy hatalmas gombás könyvet. Ott van a kocsiban. És ki, ja, értem. Ott van a kocsiban. Ja, ott a kocsi, bocsánat, majd meg. Jó, hogy ne, izé. Jaj, nézd, mit tudod ezeket? Ez a szekű gomba. Ez tipikus, ez levesben nagyon-nagyon populáris. Milyen jó illat van. Pop... Uláris. Gomba. Pop gomba. Top. Top pop. De most az a baj, hogy ebből olyan sok van itt, és macerás szenvedni vele. Ja nem, macerás leszedni. Beérjük most ezzel, lesz még szerintem. Itt van a hideg, itt az ősz. Itt van újra. És már itt van leszel, szerencsére. Igen. Elmondod én miért leszel itt van, vagy már elmondtad? Ja már kezdem a nagyobb jogosítványt. Igen, kezded a nagyobb jogosítványt, és azért most átjelentkeztél egy másik magyar székhez, egy gyárba dolgozni. Ez van. Eddig is magyar széknél volt, csak hogy na, gyárba dolgozol, most már, hogy el tud kezdeni ezt, mert azért elég nehéz lenne úgy itthon tanfolyamra menni, hogy közben külföldön vagy. Igen. Na, megnézzük még azt a másik erdőt? Melyiket? Hát az kint van Petény fele. Nem. Gondoltam. Egyébként is minek mányi gomba, te mondtad, nem? Ja. Na, hát akkor ennyit erről. Én azokat a hegyeket imádom. Aha. Egyszer jó lenne oda felkerülni, mert én Börzsönyben még nem voltam egyébként. Csak amikor kocsival mentünk arrafele. Kenyeres forrás. De túrázni még nem voltam arra, és biciklizni sem. Nem voltál kenyeres forrással? Nem tudom, fogalmam sincs. Lehetséges, hogy kocsival voltunk ott. Elvehetünk holnap. Voltunk ott kocsival? Hova menjünk holnap, amikor péntek van és megyek suliba? Miért mész iskolába? Nem menjünk iskolába. Menjünk egy kenyeres forráshoz. Sőt, még viszem a laptopodat szervízbe. Ott van kemencén a strand. Mondjuk már nincs olyan jó idő, hogy pirodjunk, de hát ha meg hát az biztos. Egyébként el kell mondanom, ez az időjárás, ez olyan trágya. Negyedik napja van ez. Itt az eredmény az esőnek, tessék! Olyan trágya időjárás van, itt utálom egyik. Mit vársz? Szakad az eső. Első nap, amikor elkezdett szakadni az eső, és szakadt 3 napig kb. Akkor, vagy 2,5 napig. Akkor megfogtam, akkor éppen otthon voltam, nekem ilyen hibrid oktatás van. Egyik nap otthon vagyok, másik nap nem. És akkor kimentem, elmondom, akkor se leszek én ilyen eső miatt ilyen szomorkás. Aha, itt van, igen, gombás könyv. És ezt már kiolvastátok 47-szer, meg megjegyeztétek az egészet. Galléros. Hát, így most hirtelen nem hiszem, hogy meg fogom találni a őzlábgombákat. Rengeteg féle van, nagyon-nagyon sok féle. Opsza! Itt voltak, ilyet is szeretnék találni, ez laska gomba. Ez viszont lehet a másik erdőben, ez is nagyon finom. Fekete pejhes csengettyű, nem az jó, semmi. Fekete dő bordás őzlágomba, az izé. Az halálosan mérgező. Kiterült kalap. Fehér vagy sárgás állal, nem hasonlít erre. Nézd meg azt, amit én szedtem le azt a 3 darab kis gombát, hogy az ehető-e. Figyelj már, itt van 80 féle őzlábgomba, és mindegyik halálosan mérgező. Tényleg. Hazavittünk 2 láda gombát, ami nem ehető. Ez sem ehető. Sima őzlábgomba. Egyedül ez a nagy őzlábgomba. Hát ennek ki kell dobáljam a felét akkor. Igen, az jó. Igen. Igen. Régen mondták a gombákra, hogyha ránézel is meghalsz. Nem, valószínűleg leviszem magammal őket, aztán ha látom a gombás nénit, akkor elviszem hozzá. Megnézhetem. Vagy hol lehet itt gombát bevizsgáltatni? Mit tudom én. Hát
Istenem. Kell akkor vágatni. Akkor ez elvileg ne, elvilegben nem jó. Van olyan videónk még, amihol lementék, ebbe a toronyba felmásztak. Igen. Pedig ez rohadt magas. Én meg régen, nem tudom, hogy most meddig jutnék, valószínűleg sem eddig, ha bemennénk. Ami egyébként ugye illegális, csak ugye mindig mindenki régen kiszaggatta a kerítést, aztán most már csináltak szöges drótot. De mindig kiszaggatták a kerítést. De régen én az első lépcsőig jutottam nagyjából, az első lépcsőig, na, első létrefokig. Most meg valószínűleg nagyjából a második létre fogjuk jutni. No.